Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Különleges ez az idei őszi tanévkezdés, no meg persze az egész évünk az. Az Eszterházy Károly Egyetem életében nem csak azért különleges ez az idei őszi tanévkezdés, mert a világjárvány árnyékában kezdődött el az oktatás, hanem mert az egyetem új rektort köszönhetett az élén. Sok szeretettel köszöntöm itt stúdiónkban dr. Pajtókné, dr. Tari Ilonát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a televízió nézőit. Hogyan éli meg ön ezt az időszakot? Különleges ez a tanévkezdés így vezetőként? Valóban különleges, de ez már elkezdődött a tavaszi fél év folyamán is, és egy soha nem várt feladat elé állítja az egyetemet és az egyetemi vezetőket is. Nagy örömömre azért elmondhatom, hogy nagyon jó csapat van körülöttem, mindenki érti a dolgát, és így megbirkózunk a feladatokkal. De azt gondolom, hogy ilyen még nem volt az egyetem életében, mert ugyan lehetőség szerint reagáltunk rögtön a tavaszi fél évben is a járványhelyzetre, aztán volt egy kis pauza a nyári hónapokban, de most szeptemberben a járvány helyzet egy rosszabbodásával újra fel kellett készülnünk arra, hogy esetlegesen távolléti oktatás formájában tanítunk, és azok a szigorú intézkedések újra életbe lépnek. Éppen ezért egy rektori kancellári utasításban fogalmaztuk meg a kollégáinknak, a hallgatóinknak azokat a rendelkezéseket, egy intézkedési tervet készítettünk, amely szerint el kell járni ebben a veszélyhelyzetben. Bár még nincs kihirdetve újból a veszélyhelyzet, de inkább azt mondanám, hogy fel kell készülnünk a járványhelyzetre, és ez a felkészülést segíti ez az intézkedési terv. De jelenleg még akkor személyesen is bemehetnek a tanulók, gondolom. Igen, úgy terveztük meg, hogy a levelezős oktatást többnyire távolléti alapon szervezzük. Erre azért van szükség, mert a levelezősök szerte az országból mindenhonnan jönnek, még Nyugat-Magyarországról is több száz kilométert utaznak, és a kockázatot csökkentjük ezzel, hogy nem késztetjük őket esetleg a tömegközlekedési eszközökön való utazásra. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó döntés volt a kockázat csökkentés szempontjából, és a nappali oktatásnál pedig ugyan jelenléti oktatásban kezdtünk, de bizonyos kurzusokat, ahol 50 fő fölötti a hallgatói létszám, azt úgy szerveztük meg, hogy online is lehet kapcsolódni az előadáshoz, és sőt, még azt is lehetővé tesszük, hogyha esetleges óraütközés van, hogy az oktató fölveszi az előadását, és már akár egy héttel az előadás előtt a hallgatók láthatják ezt a fölvételt, és az előadás időpontjában akár online módon reagálhatnak is, és kérdéseket tehetnek föl. Tehát ha körülbelül 50 főt beengedünk mondjuk egy nagy terembe, ahol a távolságtartás szabályait meg tudjuk tartani, a többiek pedig online csatlakozhatnak. Egyébként mind a gyakorlatok, mind a szemináriumok egyelőre jelenléti alapon folynak. Rendkívüli öröm az egyetem életében az, hogy ennyire népszerű, most mégis új feladatokat adott akkor a nagy létszám. Hogyha vannak egy-egy órák, amin ugye több mint 50 vagy 100 tanuló is jelen van. Ezt az új típusú munkamódszert azért azt gondolom a tavasz folyamán mindannyiunknak tanulnunk kellett, még akkor is, hogyha már az egyetemen korábban folyt távolléti oktatás és távoktatás is, a kettő ugye nem ugyanaz, de én azt gondolom, hogy ez a jövőben egyre inkább így lesz, függetlenül esetleg a járványhelyzettől is, egyre több szakot fogunk távoktatásban akkreditálni, és lehetőséget adunk akkor is erre a hallgatóknak, erre a lehetőségre, hogyha ha már nem lesz
járványhelyzet. Most a rosszban az a jó, hogy a kollégák ezt begyakorolják, megtanulják, és azt gondolom, hogy talán ennyi hozadéka lehet majd a jövőre nézve. A beszélgetésünk elején már említette a közösség erejét. Az életpéldák nagyon sokat számítanak az ember életébe. Hogyan jött ez a hivatás az ön életébe, a fiatalok szeretete, az oktatás? Már 30 éve dolgozom az Eszterházy Károly Egyetemen, és ha személyes kérdésre válaszolva azt kell, hogy mondjam, hogy én már 14 évesen tudtam, hogy én tanárnéni szeretnék lenni. Biológia, földrajz szakon végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és 1990-ben kezdtem itt az Eszterházy Károly főiskolán, tanársegédként a földrajz tanszéken, és ez alatt a 30 év alatt mindvégig tanítottam, később adjunktus lettem, docens, tanszékvezető, intézetigazgató, aztán rektorhelyettes, és férjem szokta volt mondani, hogy jó neked, mert hogy mindig a fiatalok között vagy, hát a fiatalok szeretete az egész életemben jelen volt, mind a magánéletemben, mind a hivatásom során. És hát a közösségre kérdezett még rá, én azt elmondhatom magamról, hogy közösségi ember vagyok. Amikor januárban még rektorhelyettesként azt a feladatot kaptam, hogy rektori jogkörben járjak el, akkor vezetői elveket fogalmaztam meg, hogy hogyan szeretnék én vezetőként tevékenykedni, és hát ezt megelőzően is még, amikor még a földrajz tanszéken tanszékvezető voltam, megfogalmaztam azokat az elveket, amely szerint én egy közösséget vezetni szeretnék. Ezek közé, az elvek közé közül legfontosabbnak tartom azt, hogy egy vezető legyen hiteles. A hitelesség fokmérője pedig a tisztesség, a jó szándék és a felkészültség. És megfogalmaztam azokat az elveket továbbá, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. És a pályázatomban, a rektori pályázatomban is hangsúlyoztam azt, hogy jó közösségként kell, azon túlmenően, hogy mondjuk az egyetemen a legfontosabb feladatunk azt, hogy a hallgatóink legyenek a középpontban, és a minőségi oktatás, képzés, kutatás szolgáltatása számukra, ezen túlmenően emberi értékeket is kell közvetítenünk, és ezt pedig a jó közösségben tudjuk a leginkább megtenni. Meggyőződésem, hogy a Jóisten is a jó közösségek fölött törködik. Képzelj el, a nyáron találkoztam a szalézi nővérekkel, és örömmel újságolták, hogy képzeld el, Vivien, az új rektor hívő. Na nem azért mondták ezt ilyen nagy derűvel és örömmel, mint hogyha Eger utcáin ugye nem találkoznánk keresztény pedagógusokkal. Úgy értették ezt, hogy valóban Krisztus követő és gyakorló hívő. Ugye e között a kettő között sokszor különbség van. Hogyan tudja ezeket az értékeket bevinni, becsöpögtetni az egyetem életébe? Sokszor beszélgetek a Jóistennel, és hálát adok azért, hogy én olyan kegyelmekben részesülök, hogy lélekben nagyon közel vagyok hozzá, tehát megadta nekem azt a kegyelmet, hogy gyakorló katolikus keresztényként élhetem az életem, és a mindennapjaimban is közel vagyok hozzá, hogy nagyon szeret engem, úgy gondolom. Ez a gyerekkoromból fakad, én egy vallásos családban nevelkedtem, és amikor egyetemista lettem, ez még erősödött. Volt egy pap csoporttársam az egyetemen, ő segített ebben, és hát aztán úgy hozta a sors, hogy mindig közel voltam a Jóistenhez a munkám során is, mert
amikor az angol kisasszonyok gimnáziuma elindult itt Egerben, akkor a Jóisten kegyelméből tudtam ott tanítani, ha nem is hosszú időszakot, de pár évet, és hát aztán az egyetemen is megmaradt ez, a házasságomat szentségként élem meg, tehát ez teljesen természetes számomra, hogy a mindennapi munkám során is minden reggel úgy imádkozok, hogy a Jóisten segítsen abban, hogy az ő elvárásai szerint tudjam teljesíteni aznap a munkámat. És őt tudjam úgy közvetíteni, hogy elégedett legyen velem. Én nem szoktam ezt így kimondani, de én, ha már kérdezte, akkor azt gondolom, hogy a rektorság az az én életemben nem cél volt, és nem cél most sem, hanem eszköz ahhoz, hogy az én helyemen, itt az Eszterházy Károly Egyetemen első számú vezetőként tegyem azt, amit a Jóisten elvár tőlem. Szent Pál mondja, hogy mit van, amit nem kaptál, ugye? Tehát mindenért hálásnak kell lennünk a Jóistennek, akár a talentumokért, akár egy-egy olyan tisztségért, amit tőle kapunk. És ahogy most beszélgetünk, azt gondolom, hogy a hála, az alázat és a szerénység az önben megvan. Melyek azok a tulajdonságok, amiket még úgy gondol, hogy fontos, hogy egy vezetőben meglegyenek, és így egy kicsit könnyebb lehessen a kollektívában az élet? Hát még hagy utaljak arra, hogy azért nekünk az Eszterházy Károly Egyetem vezetőinek van egy olyan örökségünk, amelyeket kötelességünk továbbadni, és ez pedig az egyetem alapító püspök által közvetített örökség. Hogy osztam meg azt is, hogy erről hogyan gondolkodom, mert ez az, ami segít teljesíteni még a mindennapi munkánkat, vállalásunkat és küldetésünket. Ugye Eszterházy Károly püspök több mint 250 évvel ezelőtt itt egyetemet álmodott Egerben, és akkor az akkori uralkodók ezt nem tették lehetővé. Viszont egy olyan örökséget hagyott számunkra az ő életpályája és személyisége által, amiből tanulnunk kell. Gondolok itt arra, akár maga a líceum épülete is közvetíti ezt számunkra, és a múlt és a jelen közötti közvetítő itt a püspök, és ha megnézzük a líceum épületét, és az ott lévő három csodálatos termet, az egyházmegyei könyvtárat, a dísztermet és a kápolnát, ezek Eszterházy szellemi törekvéseit tükrözik a freskóik által. Például az egyházmegyei könyvtárban ott van a tridenti zsinatot ábrázoló festmény, amelyben az Eszterházy Károly papnak, a püspöknek a szigorú papi hivatása jelenik meg. A díszterem freskóján ott van a tudós Eszterházynak a szelleme, ahol akkor egyetemnek tervezett épület 4 fakultásának a freskója jelenik meg, és például a joggal együtt jelenik meg a bölcselet, ami akkor a természettudományokat volt hivatott megjeleníteni, de a teológia és az orvostudomány is. Tehát együtt van a ráció és a tradíció. És ott van a kápolna, ahol pedig a keresztény világ célját megtestesítő mennyet ábrázoló freskó tárul elénk. Ez a három, én azt gondolom, a tradíció, a sciencia,
a tradíció ugye a szent hagyomány, a scientia, a tudomány, és a pietas latinul ugye jámborság, vallásosság, vagy akár szeretetként is fordíthatnánk, ez egy tökéletes egységet alkot, amelyet én Eszterházi örökségként élek meg. A szent hagyomány teszi azt lehetővé, hogy a kultúrát átadjuk az elődeink örökségét, a kultúrát, az elődeink ránk hagyott örökét továbbadjuk a jövőnek. A tudomány az, amelyhez talán még hozzátenném az oktatást, ugye latin, ha már latin kifejezéseket mondtam, az erudíciót, amelyhez társul még a bölcsesség, ugye a példabeszédek könyve 8. fejezetének 33. verse mondja azt, hogy oktassunk, hogy bölcsességet nyerjünk, és tehát a tudomány művelése vezet el a bölcsességhez, és akkor ez az egység az, amit én azt gondolom, hogy amire figyelnünk kell, hogy most azokat az értékeket tudjuk közvetíteni a diákjainknak, amit az alapító püspök Eszterházy ránk hagyott. Ez a mi kötelességünk, hogy a jövő nemzedékétnek mindezt továbbadjuk. Hogy milyen tulajdonságokat szeretnék, hogy visszatérjek a kérdésre egy kis kitérő után, hogy tudjak szeretetet adni, sok-sok szeretetet. Azért a mindennapok során fárasztó munka közepette, erre figyelnem kell nap, mint nap. Talán ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, és azt szeretném megőrizni, hogy a munkám során maradjak felkészült. Egy kedves igazgatónő mondta, hogy azért választotta a pedagógusi hivatást, hogy sokat lehessen fiatalok és gyermekek között, viszont igazgatóként sokszor a saját aláírásával van a legtöbbet, ezzel arra célzott, hogy rengeteg a papírmunka. Gondolom, hogy a kihívások közt említhetjük ezt is. Hát ha egy vezető ügyes, akkor jól megszervezi a munkát. Nagyon jó csapatom van. A vezetőim, akikkel együtt dolgozom, mind az egyetem felső vezetését, középvezetőit, és azt gondolom, hogy az egyetem polgárai is nézem, akkor nagyon lendületes, felkészült és energiával teli emberek egyébként, hogy nem, ugye nem csak a vezetők, a polgárok is, hiszen az egyetem polgárai, hiszen évtizedek óta az Eszterházy Károly Egyetemről kikerülő végzett hallgatók arról számolnak be, hogy sokat köszönnek az egyetemnek, tehát minőségi képzés folyik az Eszterházy Károly Egyetemen. A vezetőim is felkészültek, lendületesek, és tényleg nagyon jó közösségi munka folyik, úgyhogy jól szervezett az életem, a vezetői munkám, nem érzem tehernek az adminisztrációt sem. És hogyha az örömökről kellene beszámolni, akkor mik azok a megemlíthető pillanatok, ami így hirtelen eszébe jut a pedagógusi életpályával kapcsolatban, vagy már ugye a rektori feladatok között? Hát vannak szép történetek, amelyeket átéltem ez alatt a 30 év alatt. Egyet-kettőt esetleg megoszthatok a kedves nézőkkel. Tanszékvezetőként éltem meg azt, akkor is nagyon jó csapatom volt, és áradt a szeretet közöttünk is, és a hallgatók felé is. És hát azért problémás diákok érkeznek az egyetemre, és volt egy olyan hallgatónk, akit egy másik tanszékre vettek föl, és hát ott egyszer sírva jött be az anyukájával, hogy nem érzi jól magát,
már öngyilkossággal fenyegetőzik a gyerek, mert nincs sikere, és hogy hallotta, hogy itt nagyon szeretetteljes a közösség, ő úgy érzi, hogy a gyermekének itt lenne jó helye, hogy vegyük már át. Ez így is történt, és átvettük ezt a fiút, és akkor az volt a parancs, a jelszó, inkább ez így kifejezés, hogy sok-sok szeretetet kell adnunk ennek a fiúnak is. És hát ebben a kollégáim partnerek voltak, azóta már a második diplomáját is megszerezte a földrajz tanszéken, mind alapszakon, mind geográfus mesterszakon ez a hallgató. De volt olyan történetünk is, hogy az egyik végzett hallgatónk édesapja és édesanyja egyszer csak bejelentkezett hozzám, és azt kérte, hogy hát a lányuk olyan jó véleménnyel volt a tanszékről, a Komik főiskoláról, hogy ők úgy döntöttek a feleségével, hogy mindketten szeretnének beiratkozni a földrajz szakra, és sikerült is a következő fél évben felvételt nyerniük. Ez egy nagyon-nagyon szép történet, mert az addig traktorosként dolgozó apuka ma már területfejlesztő geográfus mesterszakot is elvégezte, 5 évig tanult az egyetemen, és a felesége ő alapszakot végzett, ő is a helyi önkormányzatnál dolgozik, a lányuk területfejlesztő geográfus, úgyhogy az egész család a tanítványa volt a tanszéknek, illetve a főiskolának. Sorolhatnék még ilyet sokat. Meggyőződésem, hogy a hallgatóközpontúság és a szeretet az, ami azt gondolom, hogy kell, hogy működjön a tanítás során is. Gondolom, ezek a sikertörténetek, ezek az örömök segítenek az olyan pillanatokban is, amiket úgy nevezünk, hogy szürke hétköznapok, amikor ugye a nehézségeket és a kihívásokat is ezekkel egy picit egyszerűbb leküzdeni. Azt szeretném még öntől megkérdezni, hogy ez a hivatás, mert ugye nevezhetjük így, hiszen ez nem is csak munka, ez hivatás. Ezt az ember nem tudja csak úgy otthagyni az egyetemen, ha becsukja maga mögött az ajtót, hanem viszi magával, sokszor még este is gondolkodik az ember a munkán. De egy picit azért le kell tenni ezt néha. Ez hogyan sikerül önnek? Egy támogató családi háttér segítségével. Ez egészen a szüleimig terjed, hiszen a pályám során ők voltak azok, akik besegítettek a gyerek nevelésbe, amikor éppen az első vagy a második doktori dolgozatomat írtam. Aztán, amikor tanszékvezetőként, intézetigazgatóként napi 14 órát dolgoztam, akkor azért akkor is kellett a segítség, a szeretetteljes segítség, a férjem támogató, úgyhogy ez nélkülük nem menne. Azt gondolom, hogy most nagyon sok emberben van egy kis aggodalom és félelem, bizonyára a hallgatókban is, illetve lehet, hogy a munkatársakban is. Mit üzenne a nézőinknek, illetve az Eszterházy Károly Egyetem kollektívájának? Hogyan tudják ezt a mostani időszakot kvázi átvészelni, vagy megélni? Mi a legfontosabb? Az biztos, hogy ilyen, a mi életünkben ilyen helyzettel még nem néztünk szembe, csak úgy gondoltuk azt, hogy ilyen csak a filmekben lehetséges döbbenet, hogy most át kell ezt élnünk. De én azt gondolom, hogy a Jóisten kegyelméből ki fogunk tartani, vigyáznunk kell egymásra, vigyáznunk kell magunkra is, hogy a másikat ne veszélyeztessük, és én azt gondolom, hogy nem kell foglalkoznunk mással, hanem tisztességgel, becsülettel a dolgunkat végezni, és túl leszünk rajta. Nagyon szépen köszönöm a gondolatait, és a Jóisten áldását és kegyelmét kívánom a munkájukra, a munkájára. Köszönöm szépen. Eljött. A nézőktől is búcsúzom, szeretettel és imával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!